Athén belvárosától indul a verseny, s Leonidas király szobránál ér véget Spártában. Az győz, aki megérinti a szoborlábát. Lubit Szilvia korábbi győztes idén már hetedszer teljesítette sikeresen a távot. Most kalocsai mintás mezben érkezett be a célba. Legtöbb versenyen bologa szoktam befutni, egyszerűen azért, mert szép, meg mert ilyen tipikus magyar, szóval ezért választottam azt, nekem több ruhámon is rajta van ez a minta, ilyen futó dolgaimon. Kinéztem annak egy mintát, tehát valami, ami hosszú ujjú van az ujjaimban, vagy a derekámban valaminek, meg kerestem rá mintákat, és akkor egy jó barátom szita nyomással, ilyen színes nyomással nyomja ezekre a technikai ruhákat, tehát ez teljesen mosható, meg nem lesz semmi baja. Hímzett pólót nem lehetne hordani egy ilyen jellegű versenyen, egész egyszerűen kidörzsölni a futóbőrét a több óra alatt. Egyéb problémákkal is szembe kell nézni egy-egy ultramaratonon, meg a felkészülés alatt is. Az idén így nagyon vártam, hogy újra ott lehessek. Voltak problémák, amik végül is gyomorgondokkal kezdődtek, utána később ilyen görcsök, de tulajdonképpen a szintidő szélén haladtam, tehát teljesen nyugodtan tudtam ezt csinálni, és simán befértem a szintidőbe, úgyhogy nekem ez volt az elsődleges cél, hogy befejezzem a versenyt, és akkor 7-ből 7-szer sikerüljön. A spártatlonon két dologgal kell megküzdeniük a futóknak, a meleggel és a párás idővel. Az idén gyakorlatilag abszolút nem volt spártatlanos időnk, tehát a nap ki se sütött, végig felhős idő volt, és egy ilyen 20 fok körüli hőmérséklet, megkombinálva egy hátszéllel, tehát azt mondom, hogy ennél jobbat így kívánni nem lehetett volna futni. Ebből kifolyólag rengeteg teljesítő is volt, tehát jóval többen teljesítették, magasabb volt a teljesítési arány, mint eddigi években. Lubit Szilviának idén még az is különlegessé tette a célba érkezést, hogy két kisebbik fiával együtt mehetett Leonidas szobrához. Akit érdekel ez a verseny, olvassa el Másfél nap az élet című könyvét.